Ebben a videóban a szarvaskői várat fogjuk körbejárni, és annak a legendának járunk utána, hogy valóban lehetséges-e, hogy innen Eger irányába nagy kiterjedési alagút húzódhat. Egy kis kőzettan is lesz a videóban, illetve megtekintjük azt az egyetlen, még mesterséges, tehát emberkéz által kialakított falszakaszt, ami csak a sziklákon keresztül lentről közelíthető meg, tehát turista út nem vezet oda. Ez a rész maradt fenn egyedül, majd megnézzük, hogy milyen módon van ez kialakítva. A vár egyébként igen régi kialakítású, legalább 7-800 éves. Annyi még az érdekessége, hogy itt valódi, szervezett és régészek által irányított régészeti feltárás és dokumentáció mind a mai napig nem történt. Kilátás az fantasztikus. Innentől már a Bükk. Húzódik Mészkőhegység. De a Szarvaskői vár az vegyes kőzetre lett építve. Tehát egyrészt agyagpala, másrészt, majd itt lehet látni, ez bizony nem tiszta mészkő, hanem részben vulkanikus eredetű. És éppen ezért nem tartom valószínűnek, hogy innen a föld alól több kilométeres alagutat lehetne válni, mert ugye annak alapfeltétele lenne a tufa, riolit vagy dácit tufa, esetleg andezit tufa, vagy mészkő. Tehát a mészkőnél is lehetséges, hogy természetes víz üregeket részbeni átvágásokkal alagutat alakítanának ki, akár Eger irányába, de majd mindjárt meg fogjátok látni, hogy ha közelebb megnézzük ezeket a sziklákat, hogy ez kőkemény, sziklakemény, és alapvetően nem alkalmas arra, hogy hosszabb vagy mélyebb üregeket ki lehetne alakítani. Tehát megkerültem a várat, most fogjuk megközelíteni a még megmaradt mesterséges falszakaszt, és nem hazudtam, mélytengeri bazalt párnalávákra épült a Szarvaskői vár. Itt lehet látni, fölöttünk van ugye a kilátó rész, tehát egyértelmű, hogy ez nem mészkő, illetve nem is tufa. Tehát gyakorlatilag középkori vagy kora középkori módszerekkel, csákányozási technikával ezeket a kemény szarvaskői, itt is van egy nagy tömb, bazalt, vulkanikus eredetű sziklákat nem, egyszerűen nem lehet alagút kialakítására képezni. Ott van a kereszt. És akkor mindjárt elérünk a... Ez az egyetlen fennmaradt falszakasz, ami megmaradt. És ezt fogjuk megközelíteni. Ott van. Felmegyünk ide is. Akadtam. Itt látható. Tehát a Szarvaskői várból ennyi maradt meg, mint mesterséges fal, de
körbe fogunk menni, és meg fogjuk tekinteni. Most ez azért érdekes, hogy milyen kötőanyagokat használtak. Ez ilyen meszes habarcs. És úgy látom, hogy a bazalt sziklák vannak. Összetapasztva. Immáról 7-800 éve. És itt a kilátás. A falu irányába. Na most érkeztünk el a sziklamereréhez. Innen lehet közvetlenül a sziklák oldalfalán bújva, úgyhogy le ne essen az ember, ugyanis itt már itt van a szakadékos rész. Körbe menve megközelíteni a szarvaskő egyetlen éppen maradt mesterséges falszakaszát, ami még egyszer mondom, semmiféle hivatalos régészeti adattárban vagy könyvben nem szerepel. Tehát itt annak ellenére, hogy most már 2022 van, 100 éve nem volt semmilyen régészeti feltárás, ami számomra hihetetlen. És itt úgy tudom, hogy körülbelül 50 vagy 70 évvel ezelőtt egy oldalfal még állt, ami már szintén ledőlt. Na most megyünk. Hát ez ilyen négy kézláb, most technika. Ilyen közel van a szakadék. Nem is tudom, akkor inkább lehet, hogy annyit még el tudok. Na, így néz ki. Tehát, hogyha nem lennének itt a ezek a bokrok, nem lehetne feljönni. Itt már szakadék van végig. És akkor ott be tudunk menni. Szintén négy kézláb. Hát, ha nem esnék le. Na. Csak beért. Ez a fal szakasz van meg. Ami ott vannak leszakadások. Néhány évtized múlva szintén. Tehát itt semmiféle alagút nem lehetséges, mert ezek kemény
egybefüggő bazalt. A bazalt tömbökre lettek. Ez az egyetlen egy fa maradvány is. És én azt hittem gyerekkoromban, hogy innen alagút vezet, mert nem láttam be. Honnan néztünk be? Ott álltam az előbb. Itt lehet látni, ez egy eredeti ragasztó anyag. Ez egy ilyenekkel van. Tessék itt. Egy eredeti faldarab. Természetes bazalt köveket egyszerűen egy cementáló anyaggal, mészköves, agyagos tömítő anyaggal összefogadtak. És akkor ez a belső rész, ha lenne alagút, az is mesterséges falszakasz még. Mesterséges, szép, nagyon gyönyörűen meg van maradva egyébként. Szóval ez fel kellett volna tárni meg a régészeknek szakszerűen, mert ez egy kora-középkori eredeti, tehát nem utólag betonnal mesterségesen, hanem ez így áll 700 vagy 800 éve. És az országban ilyen már nagyon kevés van. Itt a fal gyengeségeit követve, ha ez mészkő lenne, vagy tufa, innen indulhatna egy alagút. De tessék, nincsen. Tehát itt van egy szikla, de itt nincs se befalazás, semmi. Ez egy kemény, kőkemény bazalt, vulkanikus bazalt. Semmilyen alagút nincs, sajnos. Most már süt a nap. És akkor még nem kapcsolom ki a kamerát, hogy lássátok, hogy kell visszamennem. Hát itt szerintem 10 évente egy hegymászó vagy valaki jöhet fel maximum. Tehát itt ha lecsúszok, akkor annyi. Szerintem ki is kapcsolom a kamerát. Majd ha leértem, akkor folytatjuk. Na, onnan már lecsúsztam a tetőről. Még egy utolsó felvétel, mielőtt a biztonságos sziklafalra vissza tudnék menni. És akkor itt oldalt is érdemes megnézni, hogy semmiféle alagút nyom. Tehát itt hiába mondjuk alpin technikával is föl lehetne menni a sziklafalra, oldalfalakon semmiféle bejáratnak a nyoma nincs. Pedig elmentem a végletekig, tehát ide már csak az jöhetne fel, aki felszereléssel tud sziklafalat mászni, biztosítással. Elindulunk befelé. Na, a legnehezebb részen túl vagyok, és most fogok visszaérni, de itt jobbra, 2 méterre itt van a szakadék rész. Tehát egy fél méteres rész van gyakorlatilag, ami lehet elereszkedni. És akkor ennyi. Ennyi rész van.
Na, és akkor itt is láthatjátok végig a vulkanikus eredetű, tehát ezen a részen sincs, bár mondjuk ez a rész szerintem itt lehet, hogy már nem tudom, szürke, de ez itt biztos, hogy bazalt réteg, ez meg kőkemény, szerintem ez is bazalt. Idáig lehet kijönni. Ezt a részt néztem meg, és ott oldalt mentem föl. Ott a sarokban van a zászló, ott a kilátónak a végpontja, fent a felsővári része. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Legközelebb újabb kalandok. Szarvaskő.